Mezei József több évig Nagybányán tevékenykedő festőművész nagy monográfiája művészeti és helytörténeti szempontból is jelentős kiadvány. Az életmű szerzője Nagy Gyöngyvér által bemutatásra kerülő album egy külön élmény volt a nagybányai közösség számára a Főtér Fesztivál 2018 keretén belül megszervezett esemény a Szent Háromság templomban. Ott, ahol a művész festményei gyönyörködtetik a szemet az oltár felől, a falakról. Beszélgetésében Pintér Zsolttal, a Virtuális Nagybánya Egyesület kiadójával egy külön történet tárult a közönség elé, arról a hosszú kutató munkáról, amit oly lelkesedéssel végzett a szerző. A bevezetőben már említettünk egy nevet, majd a Turtuján Robert atya előadásában gyakran szerepelt ez a név, hogy Mezei József. Ő egy amit majd kiderül a beszélgetésünk során és a könyvben mutató kapcsán, egy nagyon érdekes személyiség, aki itt élt közöttünk nagyon sok ideig, vagyis Nagybányán élt nagyon sokáig, és itt tevékenykedett. Az a gond az egész történettel, hogy a nagybányai festőiskola az egy olyan nagy esemény volt a Nagybánya történetében és akár az egyetemes művészetben, nem csak a magyar művészetben, hogy sajnos elnyomta azon alkotók nevét, akik a művésztelep előtt tevékenykedtek Nagybányán. Hát egy ilyen összetett személyiség ez a Mezei József, akinek az életművét mutatjuk most be ebben az albumban, itt most bemutatom önöknek, majd közben lehet, hogy a kivetítőn is fog menni látszani a borító. Én most nem látom, hogy mi történik, de többi valószínű, hogy folynak a képek, azok a festmények, fotók, amelyek az albumban találhatók. Itt van mellettem, és nagy szeretettel köszöntöm Nagy Gyöngyvért. Ő a könyvszerzője, megálmodója, elmondja ezt nagyon részletesen, hogy ez hogy történt, hogy született meg ez a munka. Annyit én már előre elmondhatok önöknek, hogy sok-sok éves kutató munka áll mögötte. Ez egy nagy monográfia, műfajilag úgy tudjuk nevezni, hogy egy nagy monográfia. Az azt jelenti, hogy egy olyan összetett gyűjtőmunka eredménye, amely bemutatja egy szerző és egy alkotó életművét, tulajdonképpen életmű bemutatás. Azért nagy monográfia, mert már egy kisebbik változata ennek pár évezelőtt készült, ugyancsak Nagy Gyöngyvér hozzájárulásával, de ez most egy sok évet átfogó nagy-nagy munka eredménye, és azt is el kell állnom, hogy miért beszélek most én itt, mert hogy nekem is ez egy külön megtiszteltetés, hogy Gyöngyvérrel együtt dolgozhattam, ugyanis a kiadója ennek az albumnak a Virtuális Nagybánya Egyesület, ez az első kiadvány ennek az Egyesületnek, bizonyára tudják, hogy az Egyesület fő tevékenysége a nagybánya.ru internetes honlap üzemeltetése. És ezért is egy újdonság ez, hogy most egy ilyen tevékenységgel bővült a mi munkásságunk, hogy szóval így mondanom. Én akkor lassan átadnám a szót Gyöngyvérnek, és megkérem, hogy először mutatkozzon be, és árulja el, hogy mi a kapcsolatom Mezei Józseffel, hogyan fedezte fel, és ezt az egész kalandos utat, itt útról egy picit beszéljen, hogy jutottunk el idáig ennek az albumnak a megjelenéséig, és aztán utána majd rátérünk az album bemutatására. Tisztelettel és szeretettel köszöntöm a jelenlévőket. Most még a Zsolt Czárus szövegéhez annyit tennék hozzá, hogy én kértem meg, mivel láttam a Nagybánya albumát, amelyet Nagybánya 600 éves fennállására készített, vagy felvezett, és annak a címlapján fedeztem fel Mezei József Nagybányáról készített tájképét, és akkor vettem fel a kapcsolatot vele, és megkértem, hogyha majd ebből a kutatásból lesz valamikor egy könyv, akkor legyen szíves, vállalja fel ennek a kiadását, szerkesztését.
És akkor most elmondom, hogy végül is hogy került sor erre a kutatásra. Ez egy nagyon érdekes felfedezés következménye, vagyis ez az egész föld létrejötte, mivel a családunk generációkon keresztül őrzött egy 1870-ben kiadott verseskötetet, amelyet Mezei József versei foglalta magába. Tehát dedikálva volt ez a verseskötet a testvérének, az édük anyámnak. És hát nagy érdeklődéssel nem tulajdonítottam ennek erre a kötetnek, viszont 4 évvel ezelőtt, amikor kerestem, akkor próbáltam rákeresni Mezei József költőt, és mivel nem jártam sikerrel, félrejtségtelben ezt nem foglalkoztam tovább vele. Viszont amikor kezdtem olvasni a verseit, egyik versorából nyilvánvalóvá vált, hogy Mezei József végül is festő volt. És miután, tehát ez volt az egész, ez a felfedezés volt ennek a könyvnek végül is, tehát ennek köszönhetően ennek a könyvnek a létrejöttét. Miután olvastam, hogy Petőfi Sándorról hiteles festményt készített, tehát Petőfi ő modellt ült Mezei Józsefnek, azt nem tudom, lehet kevesen tudják, hogy Petőfiről hiteles képet Barabás Miklós készített és Orlai Petik Soma. Jófejű humor is festette, viszont az a festmény elveszett. És ott olvastam oda, hogy megfestette Petőfit, Orbán Balázsnak barátja és munkatársa volt, tevékenyen részt vett a 49-es szabadságharcban, közvetlen közelében harcolt tüzérfőhadnagyként. Hát miután ezt a sok érdekes dolgot nem tudtam róla, akkor nagy kedvet kaptam a kutatásra, és nagyon sok, hát 4 év végül is a kutatók, a 4 évbe tellett, levéltárokban kutattam, egy Tribániában domusz históriákat néztem, muzeológusokkal, történészekkel, művészettörténészekkel, tehát nagyon-nagyon sok emberrel lettem fel a kapcsolatot, a Hadtörténeti Intézetben kutattam, és végül is hát ebből a kutatásból jött létre ez a könyv. Nagybányához nagyon sok szállal, tehát több szállal kötődik nagybányához. Ő Kisnyitán született, de szakmán dolgozott földmérőmérnökként, és innen ment végül is a szabadságharc híre itt érte, és úgy ment úgy jött Nagybányára, ahol felcsapott tüzérnek írja le a visszaemlékezéseiben. Hát itt házasodott, Guzman Paulina volt a felesége, a feleségének a sógora pedig Gellér László nagybánya, nem tudom, 10-valahány évig nagybánya polgármestere. Szó volt arról, hogy ugye az oltárképeit a templomnak ő készítette. Felolvasnék egy részt, egy újság megjelenést. Egy pillanat, csak most ezzel én is kézbe ezt a kémet, egy pár órában ezelőtt, úgyhogy elítélkezessem a... Azért még elmondom, hogy a külön foglalja magát a kutatást, amelyben nagyon sok érdekes részt
olvashatnak, például azt, hogy hogyan jutottam ahhoz a dedikáláshoz, amelyet Mezei Józsefnek dedikált Orbán Balázs, hogyan tudtam beazonosítani egy Mezei József sziklójával ellátott festményről, amelyre nem tudtam múzeumot, hogy kitáblázom, hogy azt hogyan azonosítottam be, hogy Lehoczky Tivadart neves néprajzkutató táblázója, vagy olvashatják például Szentei Júlia levelét, amelyben a Tévei Mária barátnének egy levelét, amelyben leírja, hogy azt a Erdődi Bálon 1847 a Farsangján milyen jó mulató Mezei Józseffel. De csak itt ezt a... Magamhoz ragadom a mikrofont, ameddig gyöngyvért keresgélt. Na, meg is kaptam, jó? A religió folyóiratban, az egyházi tudósításokban 1853. február 20-án következőket írja. Domine dilexi, de corem domus tuam. A zsoltárosnak emez Isten és értelmétől átadottan, szövetkezik össze nagybányán némely egyházi és világi jótevők az ottani katolikus plébánia templomban lévő, jobbára avult, kisszerű és rongyult állapotban lévő hat mellékoltárképeknek újabbak, tökéletesebbek, Isten háza fenségének megfelelőbbek béli kicserélése vége, egyik is, másik is közülük egy-egy kép közlésének kiállítására nagyjárműre van. Képek elkészítésével hazámnak egyik szép tehetségű fiatal festésze, Mezei József, jelenleg pesti lakos bizatott meg, ki Szatmár megyei születésű lévén, nagybányán hosszabb ideig tartózkodása alatt kitűnő ügyességgel több jeleit ad át, és kinek a művét, egy művét a múlt évben a műkiállító társulat is megvétel által kitüntetni. Az első kép, mely 8 lábnyi hosszúságban és 4 lábnyi szélességben a keresztre feszített, és a végvonoglásban a lelkét mennyei atyának felajánló üdvözítő ábrázolja, valójában jelenső sikerültámára elkészült. És a Kecskemény utcában 7 szám alatt bárki által megtekinthető, tehát Budapesten. Erről az egyről ítélve meg a többit is, bizvás mondhatjuk, hogy azok nem csak egy kegyes adakozóknak teljes megelégedésére, és a buzgókodó hideg örömére és épülésére, Isten egyházának tiszére, hanem magának a festésznek is, ki az arc és tárfeszés festészetben az élet és a természetében találó képességgel bizván, különösen a festészetben nem érezhet egy tehetségét, méltó dicséretére és legjobb ajánlására. Tehát a keresztel feszített Krisztus volt az első kép, amelyet Mezei József ennek a templomnak megfestett. Szerintem annyira elavultak és rongyos képek voltak, lehet, hogy azokat kidobták és nem maradtak fenn. Az a főoltárképről pedig elmondanám, hogy 1863-ban festette, ez volt az utolsó egyházi festménye, amelyet Pap Zsigmond barátja, aki Petőfinek is jó barátja volt, írja le, hogy ezt a festményt már fél vak állapotban úgy szólván a Pap Zsigmond tanáltat ecset, azt írja, hogy ő mondta alá, az ecsetje alá a színeket, hogy azokat hogy fessen el, már nem látok. Hát ez a milyen érdekes a templomra vonatkozó rész, de nagyon sok érdekes dolgot találnak még, hogyha kézzel veszik ezt a könyvet. Köszönöm. Hát nem tudom, mennyire derült ki a gyöngyvér szerény bemutatását, bemutatkozójából, hogy hát ő tulajdonképpen Mezei József testvérének az ikonokája, tehát ezt azért mondjuk ki, ilyen
ilyen kapcsolat áll fenn. Innen is ez a nagy munkakert és ez a nagy szerelem, ami kialakult a munka során, a nagy festő munkássága kutatása során. Ugye ez egy nagyon izgalmas figura, amit hallják, ez a Mezei József, hát ő nem csak, hogy elsősorban festő, hanem egy közösségi ember is, szabadságharcos, ugye hallottuk, hogy bemoldalán harcolt a szabadságharcban, de még hozzá kell tenni azt is, hogy egy nagyon híres és tehetséges fotográfus volt, ugye akkor ebben az időben, 19. század második feléről beszélünk és inkább végéről, akkor terjed el a fényképészet, és hát neki tulajdonítunk, vagy az ő fényképéről készült egy reprodukció, ami a Erdély Magyar Városok első ábrázolása, fényképszerű ábrázolása, megtalálható az albumban, ahol nagyon érdekesen látjuk, hogy engem nagyon meglepett ez a dolog, hogy a Vinolita Rendház épülete sarkán tulajdonképpen egy teljesen más kis épület állt, le van írva a könyvben részletesen minden adat, hogy milyen lépcsők voltak ott, és ténylegesen minden részletre kitért gyöngyvér, minden apró részletetbe belekapaszkodott és felkutatott. Mezei József költő is volt, mint ahogy itt olvashatják, versei is megjelentek ebben az albumban. Egy picit az albumra térek át, tehát hogy hogyan van szerkesztve, milyen fejezetek találhatók benne. Hát ugye először is találunk egy nagyon alapos bevezetőt, Bartos Mihály készített ezt a bevezetőt a gyöngyvér könyvének. A második fejezetben pedig egy nagyon személyes vallomást olvashatunk Mezei Józsefről, amit gyöngyvért írt meg. Majd jön a munkásságának és az életének a bemutatása. Egy egész fejezet foglalkozik a forradalommal és a Petőfivel fűző barátságához. A negyedik fejezetben pedig, aminek az a címe nagyon találóan van ez megfogalmazva, az a címe, hogy festeni már pedig kell. Ez ilyen egyszerű, az alkotó ember érez egy készséget, és ő tudja, hogy ő azt meg kell csinálja azt az műalkotást. Hát itt van a festői tevékenységem nagyon alaposan bemutatva. Természetesen Mezei József nem csak egyházi képeket festett, ugye hát a 19. század második feléről beszélünk, ahol a romantika egyében fantasztikus tájképeket készített, naplementéket, ember a tájban, állatok, tehát ezek gondolom, hogy önök látják, de az albumban ezek megtekinthető. Külön fejezet foglalkozik az Orbán Balázssal fűzött barátsághoz, és ahol bemutatja a fotográfus mezeit. Másik fejezetben a vakságának tragikus éveit mutatja be, és így tovább, aztán az irodalmi tevékenysége, sajtó és sajtó munkássága, és további adalékok a kutatáshoz. Ténylegesen ledöbbentő, hogy milyen komplex személyiségek éltek Nagybányán, és milyen hatalmas életművet hagytak maguk után. Én csak gratulálni tudok Gyöngyvérnek ennek a hatalmas munka elvégzésére, és arra biztatom önöket, hogy élvezzék minden részletét. És akkor mi most a véget elé megkérem Gyöngyvért, hogy még mesélj egy kicsit Mezei Józsefről, hiszen egy nagyon érdekes figura volt, valami, ami meg a könyvben is szerepel, valami érdekességet, és még egy picit emelj ki a Kékes Oroszfalvi templomot. Jó? Hát a Kékes Oroszfalvi templom nekem a szívencsücske, és nagyon hálás vagyok Balogh Béla nyugalmazott epitáros úrnak, hogy ugye több alkalommal fordultam hozzá segítségért, és ő már a 4 évvel ezelőtt már felhívta a figyelmemet, hogy van ott egy görögkatolikus templomban, egy 200 éves görögkatolikus templomban egy ikonosztáz, amit érdemes lenne megnézni. Hát akkor nem tudjuk rá sor, viszont 2016-ban eljöttem az oltárképeit végignézni,
Máromaros szigeten és a főoltárnak az ő alkotása, és akkor hát nem is tudom, nem tudtam szóhoz jutni, amikor ezt a csodálatos oltárt, tehát ikonosztázat megláttam. 50 festményből álló ikonosztáz, amelyet 1900, most nem tudom pontosan, 30-as években restauráltak. Ezt is Béla bácsitól tudom, mert én kérdeztem, hogy de honnan tudjuk, hogy ez az ő alkotása, és akkor Béla bácsi elküldött nekünk egy újságcikket, amelyben részletesen leírja, hogy az oltárképeket levették, nem tudom milyen szándékkal, hogy mit akartak vele csinálni, de azt mondja, amikor meglátták, hogy Mezei József szigolyát az egyik képen 1854-es datálással, akkor rájöttek, hogy mekkora nagy érték ez a az egész műalkotás, és akkor Kádár Géza műtelmébe vitték, és ő restaurálta, és úgy került vissza aztán a templomba ez az ikonosztáz. Hát én most a kutatásról nem is tudom, hogy annyira, tehát akkor itt ülhetnénk sokáig, és nem tudom azt annyira részletezni, viszont hát azt tudom elmondani, hogy nagyon sokat alkotott, amelyből ugye biztos nagyon sok elveszett, és egy részére sikerült rábukkannunk. Például az Ermitásban is megtalálható egyik festménye, a másik festménye pedig a Bányászati Múzeumban van Sopronban, és Béla bácsi tiszta véletlenül, mikor nekem az újságcikket akart elküldeni, és bennünk a Régészeti és Történeti Múzeumban, kérdezte meg, hogy véletlenül Mezei József festmény nincsen, és akkor előbelülték azt a 1854-ben festett nagybánya legkorábbi panoráma képét, amely 1 méter 5 centi hosszú, és a Régészeti Történeti Múzeumban, mondjuk nem is gondolná az ember, ott is lehet ilyen festményre bukhatni, úgyhogy ezért is neki tartozom köszönettel. Hát megható a Mezei József élete, mert fiatalon, mondtam, dolgozott földmérő mérnökként, elment a szabadságharcba, részt vett 48 őszén ment el a Ben csapatával, és a végén, amikor leszerel, akkor írja, hogy és akkor vége van a világos fegyverletételnek, akkor azt írja, hogy visszaballant a nagybányára, és honvédtiszti egyenruhámat eltettem becses emlékeink közé. Hát utána aztán itt nagybányán házasodott, itt született gyermeke, majd 1852-ben költözött fel Budapestre, hát közben még 1851-ben bejön ez a kékesoroszfalusi templom ikonosztáza, amelynek, ahogy olvastam, egy év alatt készült el ez az mű, majd Budapesten élt, és időközben jött, tehát az oltárképeket is ott festette, és úgy hozta nagybányára. Közben festett Kárpátalján is, Munkácson is, ott több hely, tehát amit nem segítettek találni, persze, mert újabbakra cserélték a régi oltárképeket, úgyhogy ott nem rukkantam alkotásaira. Végül, tehát 38 évesen elveszítette egyetlen kislányát, 7 évesen, tehát a 7 éves kislányát, majd 40 évesen megkapott, és 18 évig élt vakon, Budapesten egy művészetet pártoló idős hölgy vette pártfogásba, akiről kiderítettem, hogy Jókai Mór nagymamájának volt a testvére. Tehát Jókai Mórt is ismerte, és ez a hölgy fizette az orvosi kezelését, próbálták
több helyen volt, több kezelésen próbálták nyitani be mindkét, ahogy olvastam az orvosi diagnózist, idegsorvadásban vakult meg. Akkor neki fogott verseket írni, a fővárosi lapokban havi rendszerességgel a fővárosi lapok címlapján jelentek meg versenyt, és az emberek empátiáját kiváltva nagyon sokan adakoztak, hogy segítsék a szerencsétlen művészt. Feleségének diktálta a verseit, és így élt, és ugye nagyon érződik a versenyt, és az a szomorú hangvétel, és az a bánat, amivel hát 18-en keresztül elérhet és sejjel egy festőnek, hogy nem lát, és segélyre van szorul a képzőművészeti társulat minden évben segítette 200 vagy 300 forinttal, és az oktatási minisztériumból is segélyt kapott. Megtaláltam olyan újságcikket, amelyben az Erzsébet királynéhoz fordult, hát írja, hogy akik a királynőhöz fordultak, azok kaptak segélyt, így 100 forintot kapott a királynétól. A hadügyminisztériumban is találtam egy levelét, vagyis a feleségének diktált levelet, amelyben kérelmezik, hogy mint honvédtisztnek évi járulékot kaphasson, sorban is ezzel talán 100 forintot kapott évente. Na végül Budafokon, promontoron, a régi, tehát mai nevén promontoron halt meg, vagyis hát onnan hozták be a szépítés kaput, és hozták be, hozták Budapestre, és ott halt meg. A gyászjelentje is benne van a könyvben. Nem tudom most még, mit hirtelen, mit mondhatnék. Köszönjük szépen, most a végére lett érdekesebb, és több részletet rá volt Gyöngyvén, de hát a többi az megtalálható a kiadványban. Köszönöm nagyon szépen, Gyöngyvér, hogy eljöttetek, és köszöntöm a családodat is, aki elkísért. Én meg nagyon szépen köszönöm ezt a csodálatos képet, amelyet megkezdtek. Mert együtt hoztunk, igen, hónapokon át. Köszönjük szépen.